Sylvester Stallone évek óta várja ezt a pillanatot. A 76 éves Sylvester Stallone az egyik utolsó élő mozi ikon, legendás karakterekkel, mint például Rocky Balboa vagy John Rambo évtizedek óta. Lehet, hogy nincs nagyobb akcióhőse, mint ő, de amikor szuperhősnek láthatjuk őt. Sylvester Stallone a szamaritánus akciófilm főszereplője, ahol egy kisfiú rájön, hogy a szuperhős, aki egy hatalmas csatában eltűnt 20 évvel ezelőtt, valójában életben van, a munka közvetlen, hogy nagyszerű cselekedetre és feszültségre. A szamaritánus tavaly bemutatták volna, de az előadást egész évben ellensúlyozták, tehát az új dátumot augusztus 26-án helyezték el, és a Sylvester Stallone rajongói türelmetlenek voltak, hogy láthassák kedvencüket a nagy vászonon, és szupernyomásként, jóként. Jó és rossz hír azoknak az embereknek, akik közvetlenül a Sly-ből jöttek. Kiderült, hogy a szamaritánus sajnos elkerüli a mozikat, de augusztus 26-án az első marad, mert az Amazon Prime videóba kerül, tehát a mozi helyett élvezheti a Sylvester Stallone első munkáját, amely végül egy igazi szuperhős, tovább, jóval a 70 felett, ami semmi. Ez a hír nagyon vegyes fogadtatást kapott az eddigi megjegyzések alapján, mert sokan csak néhány hetet láttak, és végül látják, hogy a szamaritánus régóta várt, ám csalódottak voltak, mert a szuperhősre akartak nézni Sylvester Stallone, reméljük, hogy nagyon jó lesz kompenzálni mindenkit. Itt láthatja Sylvester Stallone posztját. Profilos.